26. Haydn Fesztiválon is a legnépszerűbb programok közé tartoztak a zenés kastélytúrák. Ezek olyan interaktív zenés tárlatvezetések, ahol a látogatók egyszerre ismerhetik meg az épület gyönyörűen berendezett termeinek történetét, hallhatnak érdekes legendákat az Eszterháziak életéről, láthatják, hogyan zajlottak a mindennapok a kastélyban, miközben Haydn csodálatos kamarazenéi szólalnak meg a budapesti vonósok előadásában. Pilci János, a budapesti vonósok koncertmestere a zenés tárlatvezetések kapcsán a Médiacentrumnak úgy fogalmazott, az Eszterházi kastély termeiben elhangzó darabok nem zenekari számok. Ez egy nagyon-nagyon érdekes feladat, hiszen általában ugye mi nem játszunk ilyesmit, természetesen szoktunk kamarazenéket játszani, ugye ezek nem zenekari számok, hanem itt általában duók, triók, kvartettek játszanak, és miután egy nap három ilyen előadás is van, természetesen be kell osszuk egymás között, hogy éppen mikor, ki és mit játszik, de ez egy nagyon picit azért úgy visszautal erre a bizonyos szólista fellépésre, hogy igazából itt is egy olyan fajta kamarazenélés folyik, ami nem egy társas, tehát olyan értelemben nem egy együttes kamarazenélés, mint amikor az egész budapesti vonósok játszanak, hanem a zenének tulajdonképpen egy olyan öröme, ami elfeledteti velünk azt, hogy esetleg háromszor el kell játszok egymás után, mert ez természetesen azért fárasztó is fizikailag. Ugyanakkor az is érdekessége ezeknek a tárlatvezetéseknek, hogy a közönség ott áll test közelben a zenészek mellett. Ez mennyire szokatlan az önök számára? Nekünk szerencsére nem szokatlan. Persze, hogyha valaki mondjuk először játszik ilyet, akkor esetleg megijedhet, hogy esetleg egy érdeklődő belenézhet a kottájába, vagy egyéb dolgok történnek, de ezeknek az alkalmaknak mindig van egy olyan fajta spontaneitása, ami viszont nagyon-nagyon jó. Tehát adott esetben kérdezhetnek tőlünk, mi is reagálhatunk, vagy esetleg, tehát történhetnek olyan dolgok, amik egy koncerten soha nem ott. Ugye mindig van egyfajta fal a színpad és a nézőtér között, és tulajdonképpen ennek az eltűnése, ez mindenképpen jó, egy jó érzés számunkra. És hogyan választják ki, hogy ezekben a terekben milyen zenék szóljanak? Hát igazából ezek a terek elsősorban ezekre a zenékre alkalmasak, tehát ezek azért inkább kisebb termek, bár a kastélynak a nagy terme, a Nádor terem természetesen alkalmasabb egy nagyobb együttesnek a megszólására is. Igyekszünk egy változatos műsort összeállítani, tehát mindenképpen szeretnénk, hogy egy vonós négyes legyen benne, hiszen Haydn-nak a vonós négyesei tulajdonképpen az egyik leghíresebbek a világon, tehát igazából ő volt az, aki ezt a műfajt majdhogy nem feltalálta, de mindenképpen tökélyre vitte. De Haydn-nak egyébként rengeteg olyan darabja is van, amit igazából azért nagyon nem ismerünk jól, tehát ő nagyon termékeny zeneszerző volt, és nagyon sokáig élt, és egy jó csomó olyan kisebb lélegzetű darabja, duója, triója van, amit igazából mi is most fedezünk fel ezekre az alkalmakra készülve, úgyhogy ez nekünk egy dupla öröm. Szombaton és vasárnap 3-3 zenés kastélytúra indult, kivétel nélkül hatalmas érdeklődés mellett.